Ezeket az adományokat a környékbeli jószándékú lakosok juttatták el a Jobbik veszprémi irodájába, hogy aztán a rászorulókhoz kerülhessenek. A Jobbik körforgó színpadszerűen gyűjti az adományokat, ami azt jelenti, hogy más-más városközpontokkal más-más időben történik meg a gyűjtés. Fogalmazott kérdésünkre Forgó Gyula, a veszprémi szervezet elnöke. Ennek megfelelően Litéren már volt gyűjtés, aminek az eredményeként az elszállítás is megtörtént az árviszkálósultak részére. A Sümegi Jobbik is hasonlóan megtette már ezzel kapcsolatos tevékenységét. Ajkán jelenleg is folyik a gyűjtés, és hát másik központ, nem utolsó sorban pedig Veszprémben is folyik a gyűjtés. Mindenféleképp szükségesnek és szükségesnek érezzük ezt a tevékenységet, hiszen kifejezi azt a segítőkészséget, ami egyébként szerencsére talán itt Veszprémben annyira nem érezhető időjárás viszonyok miatt esetleg kialakulhat. És hát, bár ugye tapasztalatai szerint a közelben is volt, nyilvánvaló, hogy a segítség az mindenhova fontos, hogy megérkezzen. És hát azok az információk is késztettek bennünket nagyobb szerepvállalásra ebben a kérdésben, amelyek érkeztek a helyszínről, tehát egyfajta fejetlenséget tapasztaltak az ott lévő jobbikosok, vagy másik jobbik szervezethez tartozó tagok, akik részt vettek az árvízmentő védekezésben. Orsik Márk a Jobbikhoz köthető Nemzet Haza Család Egyesület tagja a védekezésben való részvételről is beszámolt. Az árvízi védekezésben vettük ki a részünket, mint például Mezős, ugye itt a Dunántúlt említem. Ott voltunk innen egy napot, itt Makony-Bélbe vezető úton igyekeztünk besegíteni egy láncfűrészsel az utak tisztításában, de ugye ez szerencsére egy kisebb feladat volt, majd 18-ával négyen fogtuk magunkat, és fölkerekedtünk Edenény felé. A Jobbik a saját szervezetein keresztül juttatja el adományait a rászorulókhoz. Az adományokat továbbra is várják a Cserhát lakótelepi irodájukba.